Üdvözlök mindenkit első Q&A videómnál, ugye kérdez felelek, questions and answers. Összesíteném a kérdéseket, és egyúttal meg is kezdeném a megválaszolásukat. Igazából egy kicsit több kérdezőre, illetve több kérdésre számítottam, de ne értsetek félre, ennek is örülök, amennyi kérdés beérkezett. És ezzel kapcsolatban majd a videó végén lesz is egy megjegyzésem, de először is akkor nézzük az első kérdezőt, illetve a kérdését. Az első kérdező nem más, mint Prim Centaur, aki azt kérdezte, hogy torrenteztél játékot? Ha igen, miket? Nos, ez az egész torrent dolog egyébként, és a programoknak, játékoknak a letorrentezése, ez alapvetően egy eléggé mély történet, egy mély téma, amiben akár egy bő órás vagy még több beszélgetéses videó erejéig is bele lehetne menni. Én ezt nem kívánom most egyelőre eljátszani, lehet, hogy majd valamikor a jövőben lesz ilyen. Nagyon kevés szerintem az olyan ember, aki valamilyen formában letorrentezett volna. Akár régebben, akár most, akár folyamatosan, már hosszú idő óta. Értelemszerűen én magam is azok közé tartozok, akik tudják, hogy mi a torrentezés, és használták is ezt a dolgot. Na most játékok letöltésére. Igen, volt példa játékok letöltésére is, főleg fiatalabb koromban. Akkoriban, amikor a multiplayer és a hálózati játékoknak a lehetősége nem kifejezetten vonzott egy játékban. Számomra nem az volt a játék, amit multizni is lehetett, hanem az volt a játék, aminek volt egy irgalmatlan erős történeti szála, egy irgalmatlan erős sztoria, single player módja. Mert én mindig is, és ezt már korábbi videókban is mondtam, hogy én inkább történet orientált vagyok, semmint azt, hogy most mindenáron lőni, mindenáron lootolni, mindenáron skill tree-t nyomatni, meg ilyen-olyan összetevőket, amik a játékokban vannak, hanem történet, történet, történet. Engem ez érdekel. És azért régebben, siederebb koromban, szóval jó néhány évvel ezelőtt, természetesen volt rá példa, nem is egy, hogy torrenteztem játékokat. Hogy miket? Hű, hát most mit mondjak neked? Most nyilván nem kezdem el ezt sorolni, volt egy néhány. Egy dolog a lényeg és a biztos, hogy harmadik éve, talán vagy már negyedik éve, hogy egyetlen egy darab tört játék sincs a gépemen. Tehát az összes játék, amit ti a csatornámon láttatok, illetve amit nem is láttatok, de megvan nekem Originen, Steamen, Uplayen, itt-ott, az mind originált, eredeti megvásárolt játék. Egyik sem tört. És igazából én ezt javasolnám mindenkinek, akinek úgy fontos az, hogy legális legyen a gépe, és hogy legális programokat használjon, tehát legális gépet, ezt ugye úgy értem, hogy a programok, amiket használ, az legális forrásból legyen, megvásárolt valódi, originált, eredeti termékek, hogy ha lehetséges, és ha van rá egy mód, akkor próbáljatok meg a torrentezéssel áttérni a legalitás útjára, tehát megvásárolni a szoftvereket, legyen az játék, vagy más szoftver is. Én igazából bevallom, hogy nem 100%-osan van még kifehérítve a teljes programoknak a listája, amit használok, de például a Microsoft Office, a Windows, tehát ezek a lényegesebb szoftverek, ezek mind eredeti saját szeriál kulcssal rendelkező jogtiszta szoftverek, amiket használok. Emellé azért nyilván bebecsúszik egy-egy olyan szoftver, amit hát tényleg egyszerű halandó embernek borzasztóan drága megvásárolni, de mégis használja. De ettől függetlenül próbálok egyébként az ingyenes, illetve az open source alternatívákra áttéregetni szépen lassan. De sajnos nem mindegyik programból van jó open source megoldás. Például én még videószerkesztő programból nem találtam egyetlen egy olyan igazán jó ingyenes alternatívát sem, ami mondjuk egy Vegas-t vagy egy Premiere Pro-t ki tudna váltani. Ha van ilyen, akkor nyugodtan le lehet írni kommentbe. Én örülnék a legjobban annak, hogyha lenne ilyen. No mindegy, hát ennyit erről, szerintem ez
ebben a formában remélem legalábbis Primcentor, hogy kielégítő válasz volt. Ennél mélyebben nem szeretnék a torrentezés témakörébe jelenleg belemenni. Norbi Special Ops tett föl néhány kérdést. Az egyik kérdése, hogy hol dolgozol, ha szabad kérdezni. Jelenleg két munka között vagyok, jelenállás szerint. De eddig igazából ilyen irodai adminisztrációs programkoordinátori, illetve rendszergazdai feladatokat végeztem a korábbi munkahelyeimen. A következő munkahelyem, ha összejön, akkor az a mobil kommunikációs értékesítő és ügyfélszolgálatos, legalábbis valami ehhez hasonló lesz. Sokkal jobb fizetéssel, mint az eddigi munkáim voltak. Úgyhogy jelenleg most a kettő közötti fázisban vagyok, ezt a munkahely váltási fázisba magába. Remélem, hogy ez elegendő válasz. A másik kérdés, hogy hogyan ismerted meg az Arma 2 Daisy-t, és mik voltak az első élményeid? Lehet, hogy új néző vagy, nem tudom, vagy lehet, hogy régebb óta itt vagy, már csak lehet, hogy pont azokat a videókat nem nézted meg, amikről, amikben erről beszéltem. Ez is egy hosszú történet, most nagy vonalakban csak annyit egyébként, hogy 2012 évvége felé olyan, nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem valamikor szeptember-október környékén fedezhettem fel Ryan-nek, Ryan626-nak a csatornáját, és az ő videói között láttam a Daisy-ről, az Arma 2 Daisy-ről videókat. Az az igazság, hogy azt megelőzően az Arma játékokról is csak hallomásból tudtam, hogy valami nagyon realisztikus katonai szimulátor, meg hogy nagyon szeretik sokan, és hogy nagyon jól moddolható. De a Daisy modról egyáltalán semmilyen információm nem volt korábban, úgyhogy, mint mondtam, Ryan-nek a csatornáján láttam ezt először, úgyhogy azokat a videókat, amiket ő töltött föl a Daisy-ről, azokat elkezdtem zabálni, mint az atom. Úgyhogy elég rendesen utána is jártam egyébként ennek az egész kérdéskörnek, amit ami nem más, mint a Daisy, meg az Arma 2 modok. Úgyhogy a következő lépcsőfok az volt, hogy kiderítsem, hogy mi kell ahhoz, hogy a Daisy modot játszani tudjam, ugye az Arma 2, illetve az Arma 2 Operation Arrowhead egy Steam leárazás keretében, amint tudtam, erre le is csaptam. Ez valamikor 2012 novemberre lehetett szerintem, október vége, novemberre valami ilyesmi lehetett, amikor megvettem a játékot. És igazából olyan emberekkel, akikkel azóta én is játszottam együtt, ugye Ryan-en kívül például Oswald, vagy Wardog, vagy Don, őket Ryan-nek a videóiból ismertem meg. Aztán később alakultak úgy a dolgok, ahogy én is elkezdtem játszogatni a játékkal. Gyakoriban volt Ryan-éknek egy Gamer Night nevezetű Arma 2 Daisy szerverük, és azon is játszogattam. Eleinte egyedül szólóban, vagy Jake Sully barátommal, és akkor találkoztunk egyébként teljesen tök véletlenül Januszékkal, aztán később Wardogékkal, és Januszék csapatában volt Moldi, meg Kutya, meg a többiek, akiket a főleg az első Daisy videóimból lehet jobban megismerni, szinte állandó szereplők voltak jó hosszú ideig. És hát innen jött igazából az ismertség, tulajdonképpen így kimondva, kimondatlanul is beinvitáltak engem a saját közösségükbe, aminek én nagyon örültem, nagyon jól éreztem ott magam, és nagyon sokat, rengeteget játszottunk együtt különböző Daisy modokat, de kezdve a sima Daisy-vel, tehát az alap Daisy moddal, aztán volt saját Januszéknak, hát végülis ennek a csapatnak a tagja voltam, úgyhogy mondhatom úgy is, hogy nekünk, igazából mi finanszíroztuk, mi tartottunk fönn Daisy Origin szerver több hónapig, hát az nagyon jó volt, tulajdonképpen a közös játékunknak az aranykorát szerintem akkor értük, az nagyon jó volt, abból is elég sok videó van fönt, főleg a kezdeti videók, Origins-esek. Aztán utána Epochra tértünk át, abból is volt saját szerver, és így tovább, tehát tulajdonképpen több Arma 2-es Daisy modot is megnéztünk. De a két kiemelkedő, a két legjobb, ami a legjobban bejött, az a Origins és az Epoch volt. Ugye mostanában szoktam általában a Hydra Gaming szerverén az Overpockins
moddal játszani, ami ugye a Epochnak, az Overwatchnak és az Originsnak egy ilyen kutyult modifikációja. Hát röviden talán ennyi ennek a története, és az az igazság, hogy ugye azóta megjelent, bár korai hozzáféréssel, a DayZ Standalone, ami 2013 decemberében talán vált a Steamen elérhetővé, és azóta van, tehát 2013 decembere óta, hangsúlyozom, van alfa állapotban a mai napig. Jó, persze nem tagadom le, hogy azóta azért rengeteg update és frissítés, meg különböző fixek, meg egyéb javítások érkeztek már, ami nyilván elvárható is volt a játékhoz, de még mindig nem léptünk ki, legjobb tudomásom szerint, az alfa állapotból beta állapotba, annak ellenére sem, hogy a készítő Branch azt ígérte egy bő évvel ezelőtt, hogy 2015 utolsó negyedévében lesz egy nagyobb lépés, amikor is átlép a játék alfából bétába. Amennyire én tudom, ez nem történt meg. Aztán ugye bejött a képbe az Arma 3, azt is ugye egyre jobban moddolják, voltak is hozzá egész jó modok, mint például az Epoch, vagy az Exile talán. Ezek mondjuk nem rosszak, nekem alapvetően az Arma 3 maga a játék nem adja annyira, mint az Arma 2, valahogy nekem az Arma 2 égett bele az agyamba úgy minden tekintetben. Az Arma 3-nak ezt még nem sikerült elérnie, lehet, hogy nem is fog neki sikerülni, meglátjuk, hogy a jövő mit hoz. Az Arma 2, tehát az Arma 2-re épülő DayZ modokat én a mai napig nem unom, úgyhogy ezekből a továbbiakban is várhatóak majd videók. Köszönöm szépen neked is a kérdéseket. A következő kérdező Bruno Barakonyi. És a kérdése pedig, Doc, kérdésem az lenne, hogy melyik az a játék, ami igazán megfogott tartalmilag? Illetve, hogy hogyan kezdted a YouTube-ozást? És mi a véleményed az internet személyiségromboló trendjeiről? Ez egyre érdekesebb. Ez egy érdekesebb téma. Egyetértek egyébként, mert látom, te tartod magad azon kevesek közt, akik nem hódolnak be. Nos, hát igazából itt tulajdonképpen több kérdést is feltettél egy hosszabb mondaton belül. Ezt akkor megpróbálom részekre szedni. Melyik az a játék, ami igazán megfogott tartalmilag? Hát az utóbbi időben mindenképpen a Mass Effect trilógiát emelném ki. Ugye korábban mondtam, hogy én a játékokban elsősorban azt szeretem, hogyha van egy igazán ütős jó sztoriuk. Na most, ugye a történet alapvetően egy jó történet egy játékban alapvetően nem igényli azt, hogy multizható legyen a játék. Tehát a legjobb történetorientált játékokban egyébként sincsen multiplayer funkció, mert nem az a lényeg, hanem egy velős jó történet. És a Mass Effectben az van. Az van. Tehát igazából, hogyha van közöttetek olyan, aki ismeri a Mass Effect trilógiát, azt tudja, hogy az első két Mass Effectben semmilyen multiplayer opció nincsen. A háromban is, ami van, az tulajdonképpen csak egyfajta kooperációs bohóckodás, ami igazából magához, a sztorihoz mondhatnám azt, hogy semmit nem tesz hozzá, és ez nagyon jól is van így egyébként. Az, hogy a Mass Effect 4 az fog-e hozni, talán fog hozni magával szintén valami multiplayer funkciót is, de szerintem hasonlóan a háromhoz valami az alapsztoritól elkülönített valami multiplayeres bohóckodás lesz ott is. Nagyon erős a Mass Effectnek, főleg hogyha a teljes trilógiát nézzük, nagyon erős a története. Tehát valami iszonyú fantasztikusan jól van összerakva. Igazából korábban hasonló élmény volt nekem a Star Wars KOTOR játékok, az 1 és a 2 is, bár kiemelten inkább az első részt említeném meg. Ugye az is szintén BioWare játék volt, ahogy a Mass Effect trilógia is. A KOTOR 2 azt az Obsidian készítette, tehát nem BioWare játék. De alapvetően az is egy élvezhető, jó sztoriú játék volt, és nagyon jól behozták egyébként a Star Wars hangulatot, míg annak ellenére is, hogy több ezer évvel a Star Wars filmek története előtt játszódott a sztori. Hát ezen kívül az Ellenvék történetileg az is tetszett. Nem mondom, hogy olyan borzasztóan mély nyomot hagyott bennem, mint a Mass Effect trilógia, de jó volt. És itt most nem az American's Nightmare-ről beszélek, hanem a sima Ellenvék játékról.
Most lehet, hogy sokan megrőkönyödnek, de nekem alapvetően történetileg tetszett az Aliens Colonial Marines is. Pláne, hogy tulajdonképpen jelen állás szerint kimondhatjuk azt is, hogy a játéknak a története kanonizált, ami azt jelenti, hogy az Alien filmekkel egy szinten van. Bizony. Hű, mi van még, ami történetileg ilyen nagyon erős hatással volt rám? Hát ígérem, hogy még gondolkodok majd ezen, és majd ne próbálom valahogy most mondjuk esetleg egy komment keretében még leírni neked, hogyha eszembe jut valami, de úgy ezek jutottak most így első körben eszembe. Kérdésed második rész, hogy hogyan kezdtem a YouTube-ozást. Egyébként korábbi videókban már ezt is pedzegettem, olykor-olykor előjött ez a téma, hogy hogyan kezdtem. Hogy tulajdonképpen az egész tényleg oda vezethető vissza, hogy Ryannek megtaláltam a csatornáját és rajta a Daisy videókat, és tulajdonképpen itt egyik dolog követte a másikat, szóval az, hogy ezt az egész dolgot felfedeztem, ugye visszakapcsolódva korábbi kérdezőnknek a kérdéséhez. Ja, felfedeztem a videókat, Ryan csatornájának hála, és itt most nem feltétlenül őt akarom mindenáron reklámozni, úgymond, hiszen ugyanúgy ismeritek, mint ahogy engem is, vagy még akár jobban is, mert nincs is szüksége arra, hogy reklámozzam, egyszerűen csak ez tény, szóval nem tudom letagadni, hogy ő vele kezdődött, az ő csatornájával kezdődött az egész, ami engem illet ebbe az egész dologba. És ugye az egyik dolog hozta magával a másikat. Megtetszett, meg kellett, hogy vegyem a játékot, megvettem a játékot, elkezdtem játszani a játékkal. Mit ad Isten, hogyha Ryanéknek volt egy ilyen szerverük, a magyar szerver, akkor miért nem mentem volna arra rá? Akkor meg már miért ne találkoztam, ugye ahogy találkoztam is Januszékkal, Moldékkal, Vordogékkal, Kutyáékkal és a többiekkel. Ebből következett az, hogy jól összehaverkodtunk, elkezdtünk együtt játszani. A közös játékokból következett az, illetve az, hogy ugye elég sokan kezdtek el egyébként a YouTube-ra különböző Daisy tartalmakat kitenni, Ryanen kívül is, magyar videósok között is. Úgy voltam vele, hogy most igazából miért ne próbálnám meg ezt a dolgot. Tehát igazából nem volt semmilyen elvárásom, vagy semmilyen tervem ezzel kapcsolatban, az egész egy kíváncsiság volt, semmi egyéb. Igazából én nem is építettem rá különösebben semmit. Hát, hogy felveszek 2-3 videót, azt közzéteszem elsősorban a saját kis csapatomnak a szórakoztatására, aztán azon túl, hogyha még valakinek ez tetszik, az csak jó, mert miért ne. De igazából ennyi. Tehát tulajdonképpen így jutottam el oda, hogy 2013. április 23-án regisztráltam YouTube-ra egy saját csatornát, és azon a napon fel is töltöttem az első videómat, ami, hát mit ad Isten, egy Daisy videó volt. Ugye akkoriban pont ebbe a játékba voltunk nagyon benne, és ez a játék volt az is, ami összekovácsolta ezt a csapatot. És tulajdonképpen onnantól kezdve, mivel a csapatban azért mindig volt egy-egy olyan ember rajtam kívül, aki még szintén rendelkezett YouTube csatornával, és ők is tettek föl fölvételeket, itt most megemlíthettem Moldit, neki is van csatornája, ő Vordog, Janusznak is van igazából csatornája, és eleinte ő is tett ki egy-egy videó részletet a közös játékokból, és akkor az tök jó volt egyébként megnézni, hogy na ez az én szemszögemből volt, az a te szemszögedből volt, az a harmadik srácnak a szemszögéből volt, és ez így tök jó volt így megnézegetni egymásnak a szemszögéből a játékokat, és így adta magát, hogy akkor újabb videó, és megint újabb videó, és így tovább, és utána az egész, az ember úgy rákap, ráérez az ízére, és utána jött tulajdonképpen egyik videó a másik után, aztán igazából Daisy videókat nem váltotta le, az rossz szó, hogy leváltottak a Daisy videókat más videók, inkább azt mondanám, hogy bejöttek a Daisy videók mellé más videók is, más jellegű, más műfajú játékokról készített videók, és igazából a 2015-ös év összefoglalójában, hogyha azt megnézted, ott ugye elmondtam azt is, hogy a 2015-ös évben sok olyan újítás volt egyébként a csatornán, ami a korábbi években nem volt. Ugye ilyen a rejtélyes esetek sorozatának az elindítása, ami ugye az első a kolatjáték apropójaként létrehozott Gyatlov rejtély sorozat, aminek egész nagy sikere lett, és igazából még mindig lóg a levegőben egy részehez,
amit szeretnénk majd megcsinálni, és hogyha lehet, akkor moldiékkal, meg kutyáékkal. Meg igazából vannak ötleteim arra, hogy milyen olyan témákat lehetne még előszedni, amikből lehetne folytatni ezt a sorozatot. Ezt én szeretném, de nekem feltett szándékom, hogy abban a videóban is mondtam, ebből még részeket kreálni más témákban. Aztán ugye bejött a képbe szintén 2015-ben az unboxing, bejött a képbe a saját podcast sorozatom, ami a Star Wars világán belül foglal helyet tulajdonképpen, szóval mi nem ilyen mindenféle innen-onnan szedett dolgokkal foglalkozunk, hanem csak és kizárólag a Star Wars-szal, hiszen most tulajdonképpen a Star Wars újra fénykorát éli, és téma van Dögivel, és hát ugye mivel én a Star Wars Saga fórumnak a egyik talán mondhatni oszlopos tagja vagyok már lassan 10 éve tényleg, tehát már több mint 9 éve. Ezért, bocsi, telefon, üzenet. Ezért igazából van is kikkel beszélgetni erről a témáról. Tehát ebben a fórumban lévő emberkék, akik tulajdonképpen még nagyobb alapkövei ennek a fórumnak, mint én magam, nagyon durván, nagyon mélyen benne vannak a Star Wars világának a témáiba. És sokan még rám is azt mondják, hogy túlzás, amit csinálok. Hát, hogyha az túlzás, amit én csinálok a Star Wars-szal kapcsolatban, akkor az mi, amit ők csinálnak. És ezt most nem rosszból mondom, tehát én sokszor csak nem is tudom hova tenni azt a tudásmennyiséget, amit ők le tudnak tenni az asztalra a Star Wars-szal kapcsolatban. Tehát egy csomó mindent én is innen szedek össze a fórumról, ezeknek az embereknek a hozzászólásaiból, beírásaiból táplálkozok idézőjelbe téve Star Wars kapcsán. És néha sokszor, jók ezek a szófordulatok, de sokszor előfordul az, amikor tök jó élmény beírni egy olyan hozzászólást, ami tényleg a saját meglátásom, egy saját ötlet, és lehet, hogy esetleg még a többiektől ez nem hangzott el, és akkor esetleg elkezdünk azzal a kapcsolatban görgetni egy témát, amit jól körbejárunk, jól megbeszélünk, és hogy ezekből az emberekből néhányan összejövünk, összeülünk alkalomról alkalomra, és egy-egy témát alaposan kibontunk egy podcastben, ez egy abszolút új dolog. Tehát én sose gondoltam, hogy én valaha podcastet fogok csinálni, úgyhogy hála Istennek tavaly ez is beindulhatott, remélem, hogy a jövőben ez folytatódni fog, és azt is remélem, hogy tetszik nektek ez a sorozat is. Tehát az egész ide futott ki. Ebből az egész, nem is tudom, kísérletinek indult dologból, valamiből. És még ez is egyébként nagyon durván elmarad az igazán komoly és igazán nagy nevű YouTube videósok mögött, de mint korábban is mondtam más videókban, nekem nem is az a célom, hogy én hozzájuk hasonlítsam magam, vagy mindenképpen ezt az utat járjam a még több feliratkozó, meg a még több megtekintés, meg a még több YouTube partneri bevétel érdekében. És itt tulajdonképpen már majdnem el is érkeztem a kérdésednek azon részéhez, ami igazából ugye most következik. Mi a véleményed az internet személyiség romboló trendjéről? És itt írod zárójelben, hogy ez egy érdekesebb téma. Erre mondtam, hogy tökéletesen egyetértek, ez egy nagyon érdekes téma. Olykor már én is elkezdtem ezt pedzegetni, de igazán mélyen nem mentem bele. Ez hasonló egyébként a torrentezés témájához, olyan szempontból, hogy egy órát simán lehetne róla beszélgetni. Úgyhogy nagyon mélyen nem akarok belemenni. Nem feltétlenül tetszik az az irány, amit sok magyar YouTube-ostán is lehet látni. És mivel mondtam, hogy nem feltétlenül kívánok most belemenni, ez ugye azt jelenti, hogy lehet, hogy majd valamikor lesz egy ezt a témát jól átbeszélő videónk. Ezt meglátjuk majd a jövőben. Igen, az, amikor valaki eladja magát a nézettség miatt, és amiatt, hogy a bevételét növelje, és hogy minél ismertebb legyen, ez valahol a saját egyéniségének a feladásával jár. És ez most egy nagyon, nagyon durva, merész kijelentés részemről, és talán finomítanám is annyival, hogyha nem is teljes egészében a saját személyiségének a feladásával jár, de mindenképpen le kell nagyon sokat faragni abból, ami az ő sajátja, ami az ő
valódi karakterében benne van, és nem erőltetett, nem mesterkélt, meg lehetne még egyéb szavakat is itt említeni. Miért gondolom ezt? Azért gondolom ezt, mert ugye a médiában mindig láttunk egy mainstream vonalat. Ez a mainstream vonal, ez nem feltétlenül egyezik meg azzal, amit szoktak mondani egyébként, hogy a tévében azért van az, amit látunk, mert hogy a nézőközönségnek erre van igénye. Én ezzel nem értek egyet. Nyilván mindig van olyan nézőközönség, és sajnos nem feltétlenül kicsi számú az ilyen nézőközönség, akinek tényleg arra van igénye, amit a médiából kap. A sok szemétre és a sok igénytelen baromságra. Igazából én ezt egy kicsit megfordítanám, és úgy mondanám, hogy a média irányítja az embereknek az agyát, és beheteti az emberekbe azt, hogy igenis arra van igénye, amit kap a különböző médiumok felületeiről. Én így látom igazából ezt a dolgot. Nyilván ezt is lehet még árnyalni tovább, alaposabban átrágni, átbeszélni, de minden esetre azok az emberek, akik a médiában dolgoznak, és a mainstream vonalat erősítik, nagyon-nagyon ritka az, amikor a valódi önmagukat tudják adni a tévék képernyői előtt, vagy akármilyen médiumról beszélünk, most nem feltétlenül csak a tévéről, illetve teljesen más az, amikor úgymond magánemberként van otthon a családja körében, vagy ilyesmi. A még rosszabb forgatókönyv az, amikor egy embernek az életét olyan szinten eluralja a mainstream vonal, hogy már majdhogy nem teljes egészében elveszíti a valódi önmagát, ezt a mesterkélt állarcot veszi föl otthon is, baráti körben is, családban is ezt a mesterkélt állarcot hagyja magán, és tulajdonképpen egyfajta szerepet játszik otthon is, és nem csak a média felületén. Szóval ez nagyon veszélyes dolog, és igazából szerintem sokkal több olyan példa van a világban, olyan embereknek a példája, akiket a média felkapott és egyfajta sztárt csinált belőlük. Ezeknek az embereknek az élete lehet, hogy anyagilag jól alakult, de az anyagi dolgokat leszámítva szinte minden szarabb lett. Tehát nagyon hamar kiégnek ezek az emberek. Nagyon, tehát az, hogy valaki ismerté válik és rajonganak érte emberek, az nagyon kevesen tudják ezt igazán helyén kezelni. Tehát elég megnézni egyébként rengeteg hollywoodi sztárt, színészeket, színésznőket, híres rendezőket, operatőröket, meg tehát alapvetően a Hollywoodban dolgozóknak egy jelentős részét. De nem feltétlenül kell Amerikáig menni, csak azért említettem ezt, mert talán jobban ismerjük az amerikai csillogást, mert sokkal jobban tele van vele a média, mint mondjuk a Nagy-Britanniait, vagy a Hollandot, vagy a Norvégot, csak mondtam néhány országot. De ezt látjuk igazából. És nyilván az is igaz, hogy a média mindig jobban felkapja a botrányokat, mint azokat, tehát nem azokkal a színészekkel, meg média sztárokkal foglalkozik a média elsősorban, akik tényleg igyekeznek példás és normális életet élni, annak ellenére is, hogy felkapott és ismert emberek, hanem nyilván azokkal, akik ugye botrányhősök. És sokszor egyébként maga a média kelti a botrányt, és ugye be lehet hozni a képbe az álhíreket is, tehát van, amikor a média lehoz egy botrányt úgy, hogy az botrány, miközben igazából az nem is úgy történt, hogy a média állítja. Tehát, na, mindegy, mondom, ez nagyon sokrétű ez a dolog, nem akarok belemenni. Nekem személyes véleményem az, hogy alapvetően a túl nagy ismertség és az, hogy a média valakiből celebet csinál, úgymond, tényleg média sztárt csinál, az a legtöbb emberre nincsen jó hatással. Tehát a saját értékei az, ami igazán értékessé és valóban egyedivé tette az adott illetőt, az nagyon sokszor megfosztja ettől. És én valamilyen szinten ezt leképeződni látom a magyar ismertebb YouTube-osok körében is. És most nyilván nem jelenti azt, hogy mindenkire egyen-egyenként az ismertebbek közül ez igaz. Nyilván nem. De egyfajta tendenciát talán észre lehet venni. Nem tudom, szerintem te is erre gondoltál egyébként, erre a személyiségromboló trendre, amit írtál is. És azt írod itt utoljára, mert látom, te tartod magad azon kevesek közt, akik nem hódolnak be. Hát először is köszönöm szépen ezt a kedves bókot, mert annak veszem. Köszönöm szépen. Tehát nyilván, tehát hogyha valakinek van egy erős, markáns, határozott véleménye,
és olyan fajta, aki azért nehezen hagyja magát befolyásolni, vagy a véleményét megváltoztatni, akkor az nehezen is teszi magát át rövid időn belül egy teljesen más, egy ezzel ellentétes álláspontra. Ezzel én is így vagyok, én nagyon nehezen vagyok hajlandó arra, hogyha valamit úgy gondolok, és nagyon erőteljesen úgy gondolok, hogy az már pedig úgy van, akkor mit tudom én, egy csapásra néhány nap, vagy hét, vagy csak tök mindegy, hogy milyen időintervallum, rövid időn belül. Egy teljesen más, vele szöges ellentétben lévő álláspontra helyeződnék, ez szinte kizárt. Ez szinte nem, mondhatom azt, hogy nem lehetséges az én esetemben. Ugye van ez a mondás, hogy soha nem mond, hogy soha, és nyilván ebben is nagyon sok igazság van, de alapvetően kimondhatom, hogy én ezt így gondolom. És nem csak azért mondom ezt, mert jelenleg 1111 feliratkozom van, és nem túl sok a megtekintési arányom sem, és ez tényleg lassan 3 év alatt sikerült idáig eljutni, holott mások 3 hónap alatt ennek a többszörösét érik el. És nagyon sok mindenre lehet gondolni, közöttetek is, nézők között is lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy ízélek, csak nyomom a sódert, és közben nem is erre gondolok igazából, és nem is így gondolom a dolgot, de így gondolom a dolgot, igen. Tehát most gondoljátok már el, tehát hogyha mindenáron arra mennék, hogy beálljak mindenféleképpen a mainstream vonalba csak azért, és ez biztos, hogy így is lenne egyébként, csak azért, hogy még több feliratkozóm legyen, még több megtekintőm legyen, akkor már régen kitettem volna a képemet a netre, meg vlogolnék, meg ilyesmi, meg lenne facecam, de nincs, és nem is lesz. Én ezt elmondtam, viszonylag a videózásom elkezdésének az első időszakában már, amikor jöttek ilyen kérdések, hogy lesz-e ilyen. Nem lesz. Nem lesz ilyen. Tehát, hogyha mindenáron arra mennék, hogy több feliratkozó, akkor lenne ilyen. Már nagyon régóta lenne ilyen. De nem lesz. Na, úgyhogy most még így is többet mondtam erről a dologról, mint amennyit szántam erre a témára. De remélem, hogy kielégítő választ kaptál. Köszönöm szépen a kérdéseket.